Na szevasztok srácok, Csipi vagyok és ebben a videóban elnyomjuk ugye az új Team of the Group Stage, nem is Team of the Knockout, uh, knockout Stage-es uh, napi SBC-t. Ugye péntek este hétkor kijöttek az új SBC-k, ugye kijött a Team of the Knockout uh, Stages csapat is. Elég durva kártyák vannak benne, hiszen van 99-es Messi, 98-as Ronaldo, 93-as Fajnag, de hát uh, nagyon brutál kártyák lettek. Most ö, ugye kétfajta is lett, ö, BLS, meg ugye LS kártyák is jöttek, LS-be aztán csak négy vagy öt, BLS-be meg egész szok, ö, sok. Ugye rengeteg ilyen ö, meglepetés eredmény volt, ahhoz képest kevés. Attól függ, kinek volt meglepetés, hogy kiesett a City, vagy kiesett a Juventus. Na mindegy, érdekes elődöntők jönnek, azonban nézzük meg a heti feladatokat, srácok, mielőtt nekiállunk a napi SBC-nek. Ugye Henderson-t lehet nyerni, 86-os kártya, csak ugye nem írja ki és nem mutatja a játék, mert be van bugosodva 10 online szingli meccset kell nyerni 11 Gold Rare játékossal tehát nem lehet speciális játékos, nem lehet ikon most ha nem tudom, hogy Gold Rare, az, akkor az nem lehet semmilyen specke szerintem, ugye? úgyhogy sima Gold Rare, tehát nem non Rare játékosok ebben, nem sima Gold Rare mint a 82-es Rashford, 83-as Pickford ilyenek akiknek rögtön fel is ment az ára 10.000 Coin 8 online szingli meccs elég húzosnak tűnik, egyébként szerencsére lehet glitchelni. Lőttek egy volt, azt kiglitcheltek. Daniel Vaz, 86 os kártyája, 10 Rivals eh, nyert meccsen. La Liga játékosra kell gólt szerezni, legalább egyet. Ez is elég húzos, a 10 meccs. Azt mondja, hogy van egy ilyen jó, ho jó hogy Joao ho 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 Félix, ugye ez egy, franc, egy portugál srác, hol játszik Benfica-ba, vagy nem tudom már. is hogy hol játszik, Alex jobban tudja, csak ő épp telefonozik. Zsáó Félix. Uh, aztán az most nagy Benfica valami... Ja, azt mondja, hogy lehet, hogy Benfica reménység, úgyhogy jó lesz a no, Ronádonak ma csatárpárba, ha megszerezzük. Squad battles be kell 5 meccset megnyerni, és portugál játékossal minimum profi nehézségi szinten gólt lőni. Ezt a Ronádon, hogy meglőjük. Kaptunk újabb swap játékosokat, de nagyon egyszerűek, ugye játszik 14 online meccset. Azt mondja, hogy négy Rivals meccsen, egy gólt olasz játékosnak, olasz nemzetiségű játékosnak, de nem kell megnyerni a meccset. És ugye Rivals, nem, bármilyen játékomódban 8 győzelem kell, ahol legalább két gólt szereztek. Úgyhogy ezek nagyon egyszerűek. Ugye van egy ilyen mez, holland játékos 5 gól, bármilyen footgame módban, van egy ilyen spec-labda. Ezzel fogják játszani a döntőt a BL-be, ugye Alex, nézd meg. Bármilyen futgémon összesen 15 meccset le kell játszani, gyakorlatilag ha leállítotok az összes meccset ezeket a játékosokért akkor már meg lesz bőven ez a 15 meccs, mert 30-40 meccset le kell játszani ezekkel a szarokért. Kaptunk SBC-ket is, srácok. Ugye megjött a Cruz, az új Bundesliga POTM, 2 SBC, 283 83 squad, megcsináljuk, mert nagyon olcsó, 50 ezerből ki fog jönni. Van új Marky Matchups, Florenzi nem sokára lejár, meg ez a flashback is még két napig él. Ja, és ugye itt van ez a delikt. Ugye azt hiszem három ilyen SBC fog jönni, ha minden igaz. Ez most hat napig él, hát, három, ilyen, három ilyen SBC fog jönni szerintem. Kettő bajnokok ligása, egy pedig ELS lesz. Ez az első 89-es delikt. Be lehet építeni végül is nagyon könnyen. Egyik oldalra mondjuk Fandike mehet, mellé meg valamelyik Liga SBC és Holland, ugye a Holland Liga SBC ugye Holland nemzetiségű szélső védőt be lehet építeni nagyszerűen az ezt a játékost. Kicsit 85-es, 84-es, 83-as csapat, és elvileg majd lesz belőle szerintem TOTS is, úgyhogy annyira szerintem nem éri meg, úgyhogy nem, nem fogjuk megcsinálni szerintem. Inkább már akkor egy Bobby Mort csinálok meg. Na, de itt ez a TOTT Challenge. Egy napig él, úgyhogy valószínűleg napi sbt jönnek majd srácok. Elég húzós, ugye két játékos kell a holland ligából, betettem egy csomót, minimum három liga. Kell bele egy UEFA játékos, tehát ami ilyen BLS. De mindegy, hogy rare vagy non rare, úgyhogy betettem ezt a 76-os Róma kapust, úgyis vagy úgy eladható, aranyjátékosokból kell megcsinálni, és ugye 70-es Team Chemistry-t kértek, úgyhogy van itt minden, olasz egyes, német egyes, még egy olasz egyes, és többi ugye itt van egy angol, meg a többi ugye holland, tehát meg lett bőven négy liga lett. Mindegyik nem eladható, egyébként úgy próbáltam összerakni ezt a squadot. Rare Electrum Players pakkot ad, úgyhogy elnyomom és megnézzük, hogy dob -e valamit. Na lássuk, egy pack, És ezt nem kevertem be. Ez is semmi baj, nulla. Re Electrum Players és izé... A legjobb Electrum Players és van benne 81-es Bender, bazmeg. meg. Ekkora szar ez az egész, tényleg. Hulladékfos hulladék, fos. Mekkora szar, úristen. Fele meg ilyen, izé, fos. A Fú, milyen szarligás izék. Ilyen szarligás ez is tök. Van benne egy vitoló, hát tényleg uh, fantasztikus pak. Itt van more, régen ugye Dortmundos volt, mennyibe megy, talán ez drága, de nem, az meg ennek sincs már értéke. Na jó, srácok, hát jó volt a pak. Így az elsőhez kapcsolódóan, vagy amiből az első napi SBC-ből megszerezhető pak nagyon jó volt, még jobban dobott. Azért tetszett, dobd egy lájkot, mert a többit is. Szevasztok!